Bár most nagy a csend, augusztus utolsó hétvégéjén megtelik élettel Tiszadobon az Andrássy kastély és az ahhoz tartozó 8,5 hektáros park. Az Országos Magyar Vadászkamara idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetére bízta az Országos Vadásznap megrendezését. A választás nem csak a festői környezet miatt esett Tiszadobra, hanem azért is, mert az Andrássy családhoz köthető a dámszarvasok betelepítése a térségbe. Augusztus 27-én pénteken a vadászatról és a vadgazdálkodásról szóló szakmai konferenciával veszi kezdetét az országos esemény. 6 olyan témában, mely napjainkban a vadászatot érinti és aktuális, lesz egy-egy félórás előadás. Tehát ízelítőképpen nyilván az afrikai sertéspest is még mindig aktuális, erről lesz szó. Az ólomsörét és az acélsörét használata, ugye ez a szakmát érinti, ez kevésbé ismert a laikusok körében, de a vizes élőhely és a víz kérdés köré az mindenki számára ismerős, tehát ezzel találkozunk mindenki, vadászoknak is ez problémát jelent, illetve néhány olyan belső szakmai kérdésben, eszközhasználatban, pályázatokban, ami abszolút szakmai, lesznek az előadások. A szombati lesz az Országos Vadásznap látványosabb napja, főzőverseny, íjászat, vadászkutya bemutató és kiállítás is színesíti a programot. Ez a közönségnap, ami gyakorlatilag számos színpadi produkcióból, nyilván kötelező megnyitó és egyéb protokollás rendezvényen túl, számos előadóval, kulturális programokkal, vadászati, vadászkutyás programokkal, illetve olyan egyéb szórakoztató dolgokkal, íjászat, solymászat, agarászat, szabjavívó bemutató, illetve vadászkutyafajta bemutató, vadászkutyaverseny, főzőverseny, tehát számos ilyen program lesz, amire érdemes kijönni annak is, aki nem vadászik, illetve bár még a kastély nincsen hivatalosan megnyitva, erre a napra berendezzük egy vadászati kiállítással, és arra a napra megnyitja a kapuit a látogatók előtt, tehát aki szeretné ezt a kastélyt még a hivatalos átadás megnyitás előtt is látni, az mindenképpen érdemes, hogy kijöjjön. A Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete 1997-es fennállása óta először rendezheti meg az országos eseményt.